Sok autósnak indult jégkaparással a csütörtök, ahol nem garázsban tárolják az autókat, ott biztos, hogy lefagyott reggelre a kocsi. Még 7 óra körül is mínuszokat mutatott a hőmérő higanyszála, így a jégoldó sem volt nagy segítség a vastag jégpáncél letakarításához. Csütörtökön hajnal 4 óra körül megérkezett a térségbe az ónos eső, erre pedig sokan nem készültek fel. A jégpáncéltól nem lehet kilátni a kocsiból, de nem csak a baleset veszély miatt nem szabad elindulni így. Ha nincs rendesen letakarítva az autó, akkor akár egy 5000 forintos szabálysértési bírságot is kiszabhat a rendőr a sofőrnek. A vastag jég az utakon is megmaradt a reggeli csúcsforgalomban. A nem megszokott időjárási és útviszonyok pedig több balesetet eredményeztek a délelőtt folyamán a megyében. A 4-es számú főútvonalon ma reggel, 6 óra előtt nem sokkal, 3 gépkocsi csúszott árokba, Nyírtura és Nyírpazony között. Érthetetlenül láttak a járművezetők a baleset előtt, hogy miért is csúszott meg a gépkocsi, hisz tiszta új gumiabroncs van rajta, és nem is ment gyorsan. Az ónos eső, illetve az a jégréteg szinte kormányozhatatlanná tette a járművet, és főleg a hátsó meghajtású gépjárművekkel sokkal nagyobb óvatossággal közlekedjenek a járművezetők. Ilyenkor fékezni szinte életveszélyes, motorfékkel próbálják meg lassítani a gépjárművet. A nyugati elkerülőn szinte egymást érték az árokba csúszott autók a reggeli órákban, kis teherautók és személygépkocsik egyaránt. Jeges útviszonyok esetén nem a megszokott sebességgel ajánlott közlekedni, mert az könnyen ehhez hasonló balesetekhez vezet. A megye több útján történt még árokba csúszás, illetve ütközés, ezek jelentős anyagi kárral jártak. Egy személysérüléssel járó baleset is történt. Nyíregyházán a Szalag utcán az egyik zebrát nem megfelelő sebességgel közelítette meg a járművezető, és elgázolta az ott szabályosan közlekedő gyalogost, közölte Bordás Béla. A mentők kórházba szállították a sérültet. A közösségi oldalakon is aktívak voltak a felhasználók, rengeteg bejegyzést írtak az aktuális útviszonyokról, sokan viszont azokra panaszkodtak, akik 30-40 km/órás sebességgel közlekedtek a reggeli órákban. Aki felháborodott, az legyen türelmes, és nyilván az nagyon siethet az az illető, aki fel van háborodva. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az óvatosság az mindenél a legfontosabb. A rutintalanok, aki úgy érzi, hogy például nyáron szerzett vezető engedélyt, és az első tél ne induljon el. Ma láthattuk például Nyíregyháza belváros területén, hogy a parkolók délelőtt 10 óráig alig voltak megtelve. Pedig egy sima hétköznap van. Máskor már reggel 8 órakor nem lehet helyet találni, de nagyon sokan viszont otthon hagyták a gépkocsit, akár tömegközlekedést választottak, vagy inkább gyalog indult el, amit nagyon helyesen tettek. Nem csak az autósok számára volt veszélyes a csütörtöki közlekedés. A járdák is nagyon csúsztak. Ilyen esetben szintén könnyen történhet baleset. Ha valaki elcsúszik a jégen, legtöbbször csípőtáji és alkalsérüléseket szenved, de rosszabb esetben akár egy súlyos fejsérülés sem kizárt. A csütörtökihez hasonló időjárási viszonyra a következő napokban is számolni kell, ezért érdemes időben ébredni, letakarítani az autókat, és nagyobb menetidőre is készülni kell.